Passo Verdim. Csak megtudom, vagyok az Etet szó újságírója, és ez nem a mai eseményen. Ha ez igazdaként üdvözölhetem sorban, hogy Bajek Gábort, jogász, kommunikációs szakembert, az Eltemédő és Kommunikációs Rasszétének az egyetemi docensét, aki egyszer is mind a mérték média elemző műhely nevű civil szervezetnek az alapítója, amelyik a média szabadsággal és a média helyzetekkel kapcsolatos kutatásokat végez. Krekó Péter, szociálszociológus, politológus, az LTPPK szociálszociológus tanszéknek agyunkosság, 2011 óta folytatott a Capital ügyvezető igazgatója. Péternek és a politika Capitalnek is a munkájának a korpuszában nagy az információ, az állítok és az összeesküvés elméletek állnak, valamint Szok Korszitet, a kollégának az Elfetszónál, aki két éve írnak újságot, és az Elfetsz dezinformációs programjában való részvétel mellett az adat újságírói csapat munkájáról is részt vesz. És azt hiszem, hogy talán érdemes volna definíciós kérdéseket kezdenünk. Úgy hirdettük meg ezt a nagy cselegést, hogy ez egy dezinformációról szóló kerekasztal beszélgetés lesz, és talán látható, hogy ez az asztalhoz szavatás. Akkor, amikor megírtuk ezt az eseményt, akkor én dezinformáltam a kedves beszélgető társaimat és a nézőket, vagy sem? Bárkozatban a legnagyobb problémánk. Én rendben láttam, hogy kerek-kerek asztalt egyébként. Van, hogy ilyen definíciós különbségeket keresünk, akkor van definíció, ami szerint a nem rossz szándékú félretájékoztatás, az a misinformation, a rossz szándékú félretájékoztatás, ez pedig a disinformation. Én igazából különösebben nem szeretnék elveszteni ezekben a definícióban, de az érdekes, hogy miért lett ebből dezinformáció, amikor erről elkezdtünk beszélni. Hát egy érdekes módon nagy tömegben 2016 után lett ez téma, a Trumpnak köszönhetően, de valójában egyébként ez az egész fake news meg fact-checking, ez a Krím annektálásához kötődik, ez az első fact-checking szervezetek, azok Ukrajnában kezdtek el működni 2014-15-ben. Csak addig itt ez minket valami nem érte el, meg nem foglalkoztunk vele. És aztán ez a fake news fogalom, ez ugye elkopott politikailag, egyszer csak ezt elkezdték a politikusok úgy használni, mint az ellenfeleket lejárató fogalom, mindenki, aki kritizálja az adott politikust, az fake news terjesztő, úgyhogy akkor így kellett egy kevésbé politikailag elhasznált fogalmat találni, és az Európai Unió mondjuk kapcsolódó policy dokumentumai határozottan ebben a dezinformáció megfogalmazásban találták meg a megfelelő kifejezést, és hát ebben mindig benne van az, hogy hát alapvetően valami közéleti jellegű, rossz szándékú, manipulatív tájékoztatás annak érdekében, hogy a választópolgároknak a választói akaratát nem tisztességes módon befolyásolják, hogy ezért belföldről, illetve külföldről, nagyjából ezeket mondanám én. Igen, tegyük ezt hozzá, hogy minden egyetértve, hogy ugyebár azt érveti, mert egyébként az állívekkel szemben, mint a fogalom használ, azt mondom, soha nem tartottam nagyon erősnek, hogy ezt már elkapodnak, a politikusok sokat használják, mert ezzel a logikával ugyebár minden fogalmunkat elveszítjük a végén. De az információról is mindenki beszél már, és ezt is politikai szitokszóként használjuk, és szerintem én azon, hogy még az álhírek fogalma is megragadható jelenségvilágában, mert tényleg van olyan, bár ez a kisebbség általában a tágabb dezinformációs probléma körnek az álhírek, amikor egy, nem tudom, igazából egy 100%-ig hamis információt valaki fabrikál, és aztán azzal megpróbálja megvezetni a közvéleményt. A legtöbbször inkább arról van szó, hogy részben téves információkkal, vagy akár hiteles információ, tehát vagy tényszerű információkon keresztül, de azokat szelektíven alkalmazva, és azokat a kontextusból kiragadva próbálom szándékosan megvezetni a hallgatóságot. És erre a te példádra visszatérek, hogyha mondjuk el akarnám mutatni a hallgatóságot, hogy ez tényleg kerekasztal, akkor valószínűleg, ha valaki kedve ügyesen fotós, akkor a poháron keresztül tudna olyan fényképet készíteni, amikor a görbület miatt valóban kereknek. És lehet, hogy a fotó maga hiteles, de attól függetlenül az üzenet
amit mondani akar, az nem az. És egy példát mondjak, hogy hogy lehet akár tényszerű információkon keresztül megvezetni a hallgatóságot, mondjuk ez a kedvelt táblázat volt mondjuk az oltást tagadók esetében, hogy három, egyébként én szerint igaz állítást tettek egymás mellé, összehasonlították az oltottakat a nem oltottakkal, elkaphatja a koronavírust, igen, az oltott is, meg nem oltott is elkaphatja, meghalhat-e koronavírustól, igen, és de hát nyilván vannak erre példák, még az, hogy az a kettőnek mekkora valószínűsége, azt nem mondja ki, de tényszerű igaz, hogy igen, meghalhat-e valaki oltás után. Az oltatlan nem halhat, meg az oltat meghalhat oltás után. És ebben ezt a három adatot, ha összeolvassuk, akkor ebből egyértelmű a következtetés, hogy nem szabad oltatni, mert az növeli a halál valószínűsége, de önmagában ezek az állítások mindegyike, ha úgy tetszik, megfelel a kérdésnek. Igazából én is azt tudnám mondani, hogy szerintem a dezinformációnak a lényege az abban, hogy szándékos tájékoztatás, szóval, hogyha most jó iszonyúan azt gondoljuk, hogy te nem tudsz azt, hogy ez nem kapcsolom a kerekasztal lesz, akkor mondhatjuk azt, hogy nem volt szándékos az információ. Kedves tőle, szuper észre, és nagyon beszél egyébként, hogy ezt is én megosztatok valahogy keresdőm. Szóval hoztuk meg, Gábor említette, hogy 2016-2014 az ukrajnai konfliktusnak az első kitörése, felomlása óta vált kardinális kérdésre a dezinformáció úgy Magyarországon, hogy máshol is ilyetek és a tárgyalatnak az elnöki választása során. És azt hiszem, hogy ezt az aktuális kérdést érdemes előre venni. Mit gondoltok, mennyire érezhető a háborúnak a hatása a magyarországi információs térben, különös tekintettel a dezinformációnak a jelenségére? Akkor kezdjétek. Szerintem Magyarország teljesen indulás sem lesz. Dumát sem látom. Hát igen, erről szerintem sokat írtatok ti is, meg beszéltünk is róla. Magyarország abban szemben a speciális, talán más európai országokhoz képest, hogy mindenhol megjelenik az orosz forrásokból származó, vagy pedig az orosz narratívákat felerősítő dezinformáció, Ukrajna mint náciország, atomfegyvereket fejlesztettek titkos laborokban, oroszokat, gyilkolászó vírusokat fejlesztettek, stb. Tudjuk ezeket meg, igazából az egész az Amerikának csak egy proxy háborúja. Ezek jelen vannak mindenhol, nem sok olyan országban, szerintem Európában, ahol ezek a mainstreamből jönnek, és az államilag finanszírozott médiából is. Tehát, hogy ez ebből a szempontból Magyarország biztos, hogy különleges, és látjuk azt, hogy ennek egyébként van masszív hatása a közvéleményre. Én azért, hogyha elszakadunk az ebből a szempontból, szerintem tényleg ilyen kicsit kivételt képező magyar nyilvánosságtól, akkor én azért azt megfogalmaznám némileg optimistán, hogy azért a nyugati világ többségében Oroszország szerintem masszívan veszít ebben az információs háborúban, mert egész egyszerűen azokat a rémtetteket, amiket látok Ukrajnából, azt nincsen annyi összeesküvés elmélet, meg annyi relativizálás a világon, ami erkölcsileg elfogadhatóvá tenné. Úgyhogy, és azért azt látjuk a nyugati ország többségében, hogy mintha erősült volna az Oroszországra szemben kritika, mintha erősült volna a szolidaritás Ukrajnával szemben, mintha erősült volna a nyugati egység. Persze ez bomolhat, amikor a gazdasági válság hatásai előtérbe kerülnek, de hogyha magunkat ilyen patetikusan, de tényszerűen mellette a nyugati világban soroljuk, mint EU és NATO tagokat, akkor azt mondhatjuk, hogy ha kicsit a szükebb pátriánkon túlmenjünk, bocsánat, akkor nem olyan rossz a helyzet. Hogyha ilyen részletekre fókuszálunk, ott lehet, hogy több a probléma. Vagy viccesen hangzik, részletekre fókuszálunk, mint benne Magyarország. Jó, hát, a tagállamok. Igen, de hát nekünk ez jut. Szóval, hogy azért mégiscsak ebben élünk, és
nem sokáig büszke voltam rá, hogy mondjuk a családom belül hiába vannak eltérő politikai nézetek, azért sosem fajult a családom belül ez veszekedésé. És érdekes módon éppen az ukrán háború juttatott el engem is arra, hogy a sógorommal, aztán utána többször is összevesztem elég határozottan, és nagyon, tehát éppen tegnap este is beszélgetünk, hogy milyen elképesztő mennyiségben találkozol ezzel, amit te is mondtál, relativizálással, hogy mert hogy az amerikaiak, mert hogy biztos az ukránok meg. Mi van? Hát azért ez egyszerűen gyakorlatilag felfoghatatlan számomra. És tényleg egy olyan országban, ahol azért az orosz agressziónak van hagyománya, ezt a történelem nem támasztja alá ezt a fajta szkepszist azzal kapcsolatban, hogy már pedig az orosz agresszió itt a fő tényező is, nem az amerikai nem tudom milyen háttérkavarások. Tehát ezért ez megint csak, én abban is mindig óvatos vagyok, hogy milyen hatása van a propagandának. Nem lehet egy választási eredményt kizárólag a propagandára visszavezetni, és most mint egy olyan helyzettel állunk szembe, ahol a saját barátaink között is megjelenik ez a fajta legalábbis relativizálás, aminek egyetlen oka az lehet, hogy a nyilvános térben ez egy nagyon erősen mainstream álláspontként van hangsúlyozva. Nem tudom, hogy milyen amerikai ellenes frusztrációik jönnek ebben ki, és az egész helyzet gyakorlatilag egy ilyen társadalom, szociálpszichológiai szempontból ezt világra sem akarnám kitalálni, de számomra teljességgel felfoghatatlan. És hát igen, ez annyiban meg nagyon ügyesen mutatja, vagy jól mutatja az egész magyar dezinformációs ökoszisztémát, hogy mindig egy top-down dezinformációnak szoktam leírni a külföldi kollégák számára, hogy nem arról van szó, hogy milyen őrült mindenféle bolond weblapokon, meg Facebook csoportokban képtelenségeket állít, hanem arról van szó, hogy bizony ez egy erősen felülről vezérelt, és a saját kormányunk mindenféle politikai alantas céljait szolgáló dezinformációs művelet. Ez lehet, hogy egyébként politikai szempontból is, vagy kormányzati szempontból is túl jól sikerült, mert hogy ebből azért elég nehéz mondjuk egy kézláb politikai válasszal kijönni, hogy akkor most például mit is gondoljunk Oroszországról, miközben hát nem nagyon gondolhatunk mást hivatalosan, mint hogy egy brutális agresszor, ezt játsszuk el. Morálisan sem. Persze, de hogy most mondjuk a kormányzat szempontjából ezt játsszuk el minden NATO szinten, hogy ebben a szóhasználatban is kiveszi tulajdonképpen a részét, miközben a lakosságnak egy nagyon erős, egy kifejezetten erős része. Most volt egy ilyen felmérés, nem emlékszem, de egészen ijesztően magas százaléka gondolja azt, hogy Ukrajna meg Amerika a hibás. Ezzel kapcsolatban mi nyitott ez a szembe, hogy az egészen érdekes volt a háború kitörésének az elején, hogy mennyire látszott az, hogy zavartam a kommunikációban, hogy az elején ugye akár a kormánypárti média, vagy a kormányhoz közel álló médiumok, vagy esetleg Facebook oldalak mennyire ellentétesen kommunikáltak azzal, hogy egyébként a kormánypárti politikusok megfogalmazták azt, hogy mennyire ítéljük el Oroszország tetteit. Közben azt lehetett látni, hogy például az Origó a háború első napjaiban nem érezte fontosnak azt, hogy a címlapján beszámoljon arról, hogy igazából kitört a háború, és sokáig egyébként katonai műveletként hivatkoztak erre az egészre. Tehát itt nagyon jól visszaköszönt azt, hogy az orosz párti, hogy az orosz barát propaganda vagy dezinformáció az hogyan képeződösen a magyar nyilvánosságban, vagy a magyar sajtóban is. Ehhez is részben kapcsolódva, meg amit a Gábor elmondott, az is részben kapcsolódva. Egyébként igaz az, hogy ezeknek a véleményeknek az egyik nagyon fontos forrása a kormányzati nyilatkozatok, vagy a kormányzati média, de mint ahogy egyébként azt láthatunk mondjuk, nem tudom, a koronavírus esetében is, az is megosztotta azért a közvéleményt a párt, hogy mondjam, családokon, meg a pártpreferencia csoportokon túlmenően is. Tehát itt is azért az ellenzéki oldalon is bőven van a relativizálásnak hagyománya, és szerintem itt van egy ilyen intellektuális habitus, ami egyébként nyugaton is nagyon jellemző. Ez ugyebár minden bonyolult, az igazság soha nem fekete-fehér, mindig középen van, hát ez nem olyan egyszerű. Reálpolitika, ugyebár minden nagyhatalom gonosz,
És ezek a megállapítások, amik egyébként sok kontextusban egyébként adekváltak lehetnek, itt ebben a kontextusban szerintem teljesen inadekváltak. És ha ezt a helyzetet nem tudjuk fekete-fehérként látni, olyan értelemben, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, amikor népirtást követnek el, akkor lehet, hogy ez a fajta habitus, ez valami olyanban fordul át, ami már semmivel nem jobb, mint a holokauszt relativizálás és a holokauszt tagadás, hogy olyan masszív bizonyítékok vannak már jelen, hogy itt már tényleg a tények megkérdőjelezőségről van szó, egy olyan kérdésben, ami morálisan, ugyebár tényleg a leges-legrosszabb korszakait idézik a történelemnek, de hogy annyiban ne csak a kormányzatot hibáztassuk ezért, hogy tényleg ez a véleményáramlat azért ez masszívan jelen van az egész nyugati kultúrkörben, és ennek van nagyon sok támogatója nyugaton is. Mondjuk arra gondolunk egyébként, hogy Marine Le Pen, aki egyébként ebben a kérdésben nyilván nem emiatt szavaztak csak rá, de mondjuk ebben a kérdésben nagyon hasonló álláspontot képvisel egyébként, mondjuk Orbán Viktor, sőt még harsányabbat van, itt a NATO is nagyon távolságtartást szorgalmas, stb. De hát szankciókkal óvatosan vissza kéne térni a párbeszédhez Oroszországgal, stb. 42%-ot szerzett azért a választáson. Tehát, és azért, hogyha megnézzük a francia mainstream médiát, meg főleg mondjuk a közmédiát, akkor ott azért nem nagyon találunk Georg Schröderhez hasonló figurákat, akik megmondják a tutit arról, hogy miért mindenről az ukránoknak az amerikai tehetne. Tehát, hogy itt azért van szerintem tényleg egy ilyen intellektuális szokás, ami azért a nyugati értelmiség körében és a baloldali értelmiség körében is nagyon erős. Beszéltünk a Fidesz-szel baráti médiának a szerepéről, például az Oroszországgal kapcsolatos, az Ukrajnával kapcsolatos kérdés és relevanciai értelmezésnek a terjesztésében. Most mi az Eltex-szónál azzal a munkatjavúgyával működünk a saját dezinformációs programunkban, hogy alapvetően két előteljes télen éli Magyarország, vagy a magyar társadalmat dezinformációs nyomás. Az egyik az a kormányzati vagy a kormányra baráti médiának a tevékenység, a másik pedig az a nagy számú állami oldal, amik többé vagy kevésbé marginálisan tehetné, ha kevésbé meg többé is. Ti olyan értékeitek, mennyire van igazunk akkor, hogyha így gondolkodunk, és vajon mi ezeknek a különböző szféreknek a határt, az azok szerint. Ahogy érzitek, olyan sorban. Mindegy, elkezdem. Aztán majd nincs minden ezzel kapcsolatban a fejemben. Tehát azt látjuk, hogy bizonyos olyan Facebook csoportok, amik nem felülről szerveződtek, és most igen, példákat ez a számok, a... Igen, számok, meg ez a tehát ezek valóban egy organikus csoportok voltak, ami nagyon masszív Fidesz szavazói közösség kezdeményezései, és aztán ezek a Facebookos jelenlétnek köszönhetően, amit megint csak ti dolgoztatok fel, belekerülnek egy ilyen iszonyúan jól finanszírozott fideszes kommunikációs gépezetbe, meg belekerülnek ugye a Pesti srácok, Pesti TV adásaiba, meg tartalmaiba. Tehát egy ponton azok az alulról szerveződő dezinformációs kezdeményezések, amik elég masszívak, elég erősek, elég hangosak tudnak lenni, azok bekerülnek ebbe a rengeteg erőforrással megtámogatott fideszes gépezetbe. Úgyhogy aki igazán jól csinálja, ott el fog tűnni ez a különbség. Tehát tényleg ez a vizualizáció, amit te csináltatok, Attila, meg Szilvi, meg te is, elképesztő hálózat jött létre a Facebookos megosztásokkal kapcsolatban, Facebookos tartalmaknak a terjesztésében, és az még a Megafon aranykora előtt készült, tehát a választási kampány az még erre rátett néhány lapáttal. Úgyhogy ezek mégiscsak összeérnek, és végül azt látjuk, hogy itt a szándék az felülről jön. Az, hogy legalább a fideszes szavazóbázist, egy picit a Mi Hazánkos szavazóbázist összeér nyilván,
egy ilyen típusú kommunikációs, vagy információs térben tartani, ez egy felülő jövő, teljesen világos politikai célokat tükröző szándék. Igen, szerintem ez nagyon fontos megállapítás, és tényleg itt a okokat kutatva nyilván látjuk, igen, itt is azért nem lehet egy tényezőre visszavezetni, de szerintem azok a lányi oldalak összességében elég fontosak, és tényleg azt látjuk, hogyha mindezt hozzáveszünk a közösségi média oldalakat is, és ezeknek egy része azért tényleg független a hatalomtól teljesen, ezeknek is nagyon jelentős az elérése, mi ezt a koronavírus dezinformáció terjesztő oldala kapcsán láttuk. Nekünk a Oetker Capitalnél ezt egy tanulmányban, ami külső szerzőkkel együtt írtuk, az volt a becslésünk, hogy hát több mint ilyen 4 milliárd forint a síves bevételre tehetnek szert. Azok egy ilyen 200 oldalból álló ilyen dezinformációs oldalhálózat, ami elsősorban koronavírus alatt koronavírus dezinformációt terjesztett, most pedig ugyanazzal a vehemenciával orosz dezinformációt. Nyilván mert most az ukrán háború érdekli az embereket, és ezeknek alapvetően ilyen klikkek alapján ilyen finanszírozási bevételük van, tehát hogy a üzleti modelljük az, hogy figyelni kell rájuk, és igazából az üzletet nagyjából ahhoz igazítják, hogy amire jobban figyelnek. Tehát, hogy van ez a közeg, ami nagyon fontos, és tegyük még ehhez hozzá, amiről meg mi kutatottunk most, és ez egy nagyon masszív közegnek tűnik, és nyilván ti is tapasztaljátok, mindenki tapasztalja, aki ebben a témában posztol, hogy van azért egy nagyon masszív, és valószínűleg Oroszország által vezérelt troll infrastruktúra, a Facebookon is, de egyébként a botokkal, stb. Együtt a Twitteren is, de ami azonnali visszajelzést ad a politikusnak, az újságíróknak, stb. Hogyha csúnyát, rosszat mondasz Oroszországról, akkor odajönnek, és mindenféle rosszat írnak, személyeskedő megjegyzés, stb. Ha pedig valami Ukrajnát kritizáló bejegyzést, ezt láthatjuk a politikusoknál, vagy mondjuk mondjuk valaki megoszt egy Putyin beszédből egy részletet, akkor meg valami elképesztő mennyiség, néha 15-20-30-40 ezer like érkezik rá, meg reakció, és az egésznek a benyomás, tehát mi ezt elemezgettük, hát a profilok is nagyon érdekesek eleve, de az, amikor az üzenetek maguk ugyebár nagyon repetitívek, ugyanazt a szöveget, nagyon sok profil, nagyon sok helyre, ugyanabban a formában bekopírozza, de ugyanúgy mondjuk a ukrán nagykövet egy posztja alá ugyanazt az üzenetet, akár 20-an is, különböző emberek elben, de szó szerint ugyanazt. Lehet, hogy ugyanarra a következtetésre jutottak mindannyian, vagy hogy csak egy önszerveződő civil csoport, akik megbeszélik egymással, hogy ez a nyerő üzenet, de azért valószínű, hogy ez koordinál. És vannak olyan esetek, nyilván nem szabad ennek az jelentőségét túl hangsúlyozni, de amikor ezek az orosz trollok a kormányzati politikusokat, vagy fideszes politikusokat, sokat is büntetik, abban az elszólt néhány esetben, amikor egyébként orosz kritikus üzeneteket fogalmaztak a Facebookon, mondjuk ahogy tette azt Novák Katalin, vagy tette azt Németh Zsolt. És ez a troll hadsereg, ami egyébként sokszor inkább pozitívan reagál a kormányzati üzenetekre, ilyenkor negatív visszajelzést küld. És hogy én azt gondolom, hogy ez egy harmadik szereplő, lehet, hogy nem a legfontosabb, mert egyébként ugye már az orosz ország által finanszírozott dezinformációs infrastruktúra az nagyon meggyengült, a Sputnik Russia Today betiltották, nem elérhetőek gyakorlatilag, lekerültek a közösségi médiáról, eltűntek a képernyőről, stb. De ennek azért van szerepés az online térben, abban, hogy a visszajelzéseken keresztül befolyásolják a viselkedés, illetve azt a hamis látszatot kelték, hogy nem csak az a népszerű, ami orosz barát, sajnos egy idő után ez ugyebár önbeteljesítő is válhat, de hogy ebben ezért ennek külön szerepe van, tehát hogy ez még egy harmadik fontos szereplő a képletben. Igazából nekem ez még kiegészítésként az jutott eszembe, mert egyetértek Gáborral abban, hogy ezek sokszor összefolynak a kormányzati és az úgymond organikusan szerveződő átirodalak, hogy az árnyi oldalaknál általánosságban a CEU-nak volt egy jó tanulmány az elmúlt években, ami megkülönböztette azokat az oldalakat, amik kifejezetten bevételszerzésre törekszenek,
Tehát kifejezetten az a céljuk, hogy minél több olvasót bevonzanak, ezeket ugye Facebookon terjesztik ezeket a cikkeket, ezek nagyon rövid, akár egy Facebook poszt hosszúságú hírekről van szó, aminek az a lényeg, hogy minél szenzációhajhászabb cikkeket, címeket írnak, és vannak olyanok, amelyek mondhatjuk, hogy ideológiai lapon születnek, tehát nincsenek reklámok, a kérdések az oldalon, és van olyan, ami a kettő közötti átmenet, tehát hogy van bizonyos mennyiségű reklám, de nem az az elsődleges célja, hogy minél több pénzt szerezzen azáltal, hogy megosztják ezeket a híreket. Nekem vannak egyébként személyes eseményeim hasonló területekkel, magyar politikai érintettségű, meg elhíres ilyen súgni szájtoknak a tevékenységével kapcsolatban van, amiből lett újságcikk, van, amiből nem lett, amiből most lehet meg egy közös cikkünk az Itával, egy magyar nyelvű megtévesztőként értékelt hírszájtról, minden szó.hu-ról, ami igazából saját klasszikus elhíreket nem hoz létre, hanem meglévő jellemzően a jobboldali médiában megjelent cikkeket vesz át, annak a gyakorlati megvalósítás nyilván nagyon egyszerű dolog, kijelölt az egérrel, kimásolod, hogy beteszek valahova, és aztán ezeknek adnak sokkal hiszterikusabb címeket, mint az eredetiben. Facebookon meg ugye csak a címek látszanak, és vagy korábban évekkel ezelőtt, amikor elindult ez az oldal, akkor is volt olyan szó, nem csak nálunk a csomó újságírók, azonnal a ABG, az Index, és minden szó az például pont egy olyan álhír szájt volt, aminek a népszerűségét nagyon megdobta az, hogy Facebookos csoportokban, meg oldalakon kormánypárt mellett politikailag elkötelezett emberek, azok szívesebben osztották meg az ő anyagaikat, mint mondjuk a magyar nemzetét egészen egyszerűen azért, mert bűvletebbek, meg hisztérikusabbak voltak a címek. A másik ilyen nagy álhír oldal keltető az átcsoportoknak a világa, magyar vagyok, Fideszre szavazok, a vonnak a 100 000. Ezeket nem is lehet nagyon kutatni, mert a csoportok, zárt Facebook csoportoknak a tartalmát, ezt a Facebook az nem engedi semmilyen módon hozzáférni, meg kvantifikálni, és nekem ilyen szintén benne vagyok egy vagy két Gulcsány Ferencre szavazó csoportban is, de a fideszesek azok valami izgalmasabbak. Itt találtam olyan virtigli orosz dezinformációs tartalmat, amit a klasszikus Szentpétervári trollgyár tulajdonosához valahogy kötődő orosz szájtó hoztak le először, valahol valaki lefordította, az még átkerült a magyar blogra, és akkor itt lájkolták Orbán Viktornak a rajongói, nem tudom, néhány százon. Úgyhogy ezek ilyen érdekes vektorok, de tehát kanyarodunk vissza ahhoz, ami vízfölött van, meg látható a magyar kormánynak a szerepéhez, meg a magyar közmédiának a szerepéhez ebben az egész történetben. Most tekjük a választási eredményeket. Igazából nem egyrészt az első kérdésem az, hogy mennyire érdemes számítani, hogy bármiféle változás történik, mondjuk a közmédiának a szakmai hozzáállása van, hiszen voltak erre utalójelzések, hogy akár valami fordulhat is, ti valamit gondoltak erről, illetve az, hogyha nem, Sztán Gábornak egy érdekes kérdés, mert ő az Egyesült Ellenzéknek a média területi szakértőjeként talán egy különböző koncepciókat is előrevetített, kíván választási győzelemre gondolva, hogy... De lehet, hogy megvalósítják. Igen, jelenlegi eredmények fényében kívülről vajon mit lehet csinálni? Akár csak azért, hogy általad csökkentsen a közmédiát. Egy mondattal visszakanyarodva az előző témára, ezek a csoportok, ez egy nagyon új típusú működése a nyilvánosságnak, amikor egy csomó olyan szegmense van. És persze a nyilvánosság kitöltezett volt, és volt egy csomó ilyen szubkultúra, vagy betekintés. De hát most itt zajlik az orrunk előtt egy csomó minden, amiről egyszerűen fogalmunk sincs. Tehát 100 000-es csoportokról beszélsz, aminek nevét sem hallottam még. Tehát valójában azt sem tudom, mondjuk átlag Facebook használóként, hogy mi zajlik a Facebook más
szegmenseiben, éppen milyen aktuális üzenetek azok, amik virálisak és politikai, nem tudom, lépéseket határoznak meg. Tehát ez iszonyúan nehézé teszi a kutató, de a választópolgár dolgát is. Hát a közmédia, a Magyar Hang csinált mindjárt egy gyors körkérdést, amikor itt választások után történt egy-két, nem is tudom, meghívták, hogy a Márki-Zay, de még ennél előbb is valami apróság, mint a gesztus értékű dolog történt volna, kiegyensúlyozottság részére nyújtott gesztus. Akkor, ahogy olvastam a cikket, mindannyian arra jutottunk, hogy ezt a stratégiának nem tekinthetjük, legfeljebb valamiféle taktikának. És tulajdonképpen egyébként az a válaszom, hogy tök mindegy, hogy mi fog történni az MTVA, meg a Magyar Televízió, Magyar Rádió környékén. A lényeg az, hogy ezt nem ők találják ki. Tehát ha lesz változás, akkor az azért lesz, mert a Fidesz azt akarja, a kormány azt akarja. Nem azért, mert Papp Dániel hirtelen rájön, mit jelent az újságírás, hanem azért, mert ez a politikai akarat felülről. Tehát hogy egyébként azon a felülről vezérelt működési módon ez a rendszer egyáltalán nem tud változtatni, hiszen ez csak egy elszenvedő, jól érzi magát ebből a szerepben, mindenféle előnyeit élvezi ennek, egyszerűen nulla autonómiája van. Tehát hogyha a változás van, akkor azt a kormány, azt Orbán Viktor maga akarja, hogy legyen változás, tehetünk ilyen apró gesztusokat, amiket aztán fel lehet mutatni, hogy most milyen párbeszédekre készülnek az Európai Unióval. Eddig is hát mondjuk nem értékelném ezt túl, mert az Európai Uniót érdekeltek valamilyen a magyar közvédel, valószínűleg pont tudott volna valamit kezdeni, nem kezdett. Tehát nem érzem, hogy mondjuk az Európai Unió nagyon meg kell győzni bármiről, mert eddig is mindegy volt, ezután is mindegy. Szóval gyökeresen nem tud megváltozni a rendszer, mert nagyon-nagyon sok olyan ember dolgozik ott, aki ebben nőtt fel, ebben szocializálódott. Nem is tudna mit kezdeni egy átlátszós, vagy egy bármilyen hagyományos szerkesztőség logikájával, ezekkel a hagyományos hírérték és etika kategóriákkal. Szerintem nincsenek ilyen skillek birtokában, mert ők nem tudnak megváltozni. Én ebben nagyon határozott álláspontot képviselek, és ha meg változnak, akkor azt kizel a parancsra teszik. Tehát hogy tényleg bármi történik, azt hogy parancsra teszik, ez a végben történetnek. És hogy mit lehet, hát vezetek legyen. A közszolgálati politika számára nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok pénzt költünk rá, meg nagyon bosszantó, hogy egy kampányt lehet úgy folytatni, hogy a közmédia gyakorlatilag egyetlen oldal, egyetlen politikai párt üzeneteit közvetíti, és ez látványos. De valójában mindennapi információfogyasztásunk szempontjából ez nem annyira fontos. És én azt is tagadom, hogy a vidéken élünk azok csak a közmédiából tájékozódnak, és ezen múlik. Nincs radikális különbség, ami mi méréseink alapján a vidéken és a mennyvidéken, legalábbis nagyobb városokban élő hírfogyasztási mintázatai között néhány százalék. Úgy emlékszem, hogy 5%-kal többen fogyasztanak közmédiát a kis településeken, és 5%-kal kevesebben független hírportálokat, tehát az már a kettőt összevetnénk, ugye ez nem adható össze, de az már azért egy más, hogy mondjam, hír ökoszisztémát fog eléd rakni, de nem radikálisan más. Nem csak ezen múlik, hogy ki kire fog szavazni. Hát az van, hogy ez is sokba kerül nekünk, de hát nekünk sokba kerül az atlétikai világbajnokságunk. Tehát ezt sajnos ezzel együtt fogunk élni, a stadionok is sokba fognak mindig kerülni, eltöltünk eszetlen mennyiségű pénzt erre a propaganda gépezetre, amely nem termel valódi értéket kulturális értelemben sem. És hát nem látom, hogy pont ezt fogjuk megoldani. Az a feladatunk, hogy egyébként legalábbis életben tartsuk azokat, akik életben vannak a médiapiacon függetlenként, és azok meg nagyon komolyan elkezdenek gondolkodni azon, hogy van-e arra mód, hogy az ő elérésük, az ő impaktjuk az nagyobb legyen. Nyilván nem mondok semmi újat, mert ezen gondolkodtok 12 éve, és hát hogyha lett volna egyszerű és jó válasz, akkor ezt már végig adtátok volna. De nem a közvéleményt akarom megoldani. Ehhez csak nagyon röviden mondanék, hogy igen, tehát az ellenzék, tehát a kormánykritikus oldalon azért van ez a kormányzati intézkedésekre, meg mindenki stresszgyűlésekre
irányul olyan figyelem, ami a kis apró jelzéseket nagyon túl interpretálja, és akkor ilyen ez most megjelen a konszolidáció mantra is, hogy jön a konszolidáció, a kedvencem, de ennek része ez is, hogy akkor megváltozik a közvény, és akkor már behívtak másokat, és lesz érdemi vita. Én egyébként nem látok ebben nagyon komoly elmozdulást, de ha a célok szempontjából közelítjük meg az egész tagomány, főleg nem várhatunk semmit. Hát nagyon egyértelmű, hogy ez a kormány a médiára, mint hatalmi eszközre tekint. És látszik, hogy ezt rendkívül hatékonyan használja. Ha valamiről, akkor erről egyértelmű visszajelzést kapott a választási eredményekről, és ugyebár itt az okokozati kapcsolatot azért könnyű egyébként megteremteni, mert közben látjuk azokat a kutatásokat, amik azt mutatják, hogy mondjuk nem tudom, migráció kérdésében, Soros György ügyében, a koronavírusban hányan haltak meg, mert mekkora súlyos, az ezzel kapcsolatos percepció kérdésében, az orosz-ukrán konfliktusban, hivatalos narratíváknak milyen kimutatható hatása van a közvéleményre. Tehát, hogy hatalmi eszközként nagyon jól működik ez a modell. Miért változtassanak rajta? Én azt el tudom képzelni, hogy diplomáciai okokból mondjuk kevesebb lesz, nem tudom, a Németország, a német kormány mindenféle morális bűneivel kapcsolatos híradás, de az, hogy igen, és Gábor gondolatot folytatva, tehát hogy ez is felülről jön, mint akarat, de összességében ennek a logikája nem fog megváltozni, mert hát győztes csapaton miért változtass? Én is nagyjából hasonlót akartam mondani, én sem vagyok túlzottan optimista, mert hiszen kapcsolatban, hogy itt bármilyen pozitív változás lehet. Egyrészt szerintem itt az is érdekes, hogy a választás után például, amikor jobb oldalról, kormányoldalról hallottunk esetleg apró kritikákat az a kapcsolatban, hogy a közmédiának hogyan kellene máshogy működnie, vagy tényleg szükséges a változásra, akkor az arra adott reakció, ami a kormányoldalról jött, az is egyértelműen mutatta azt, hogy semmilyen kritikai megnyilvánulásnak nem igazán lehet helye, és szerintem ez már önmagában előrevetíti azt, hogy nem igazán terveznek ezen változtatni, és nem igazán látják be, vagy nem akarják belátni azt, hogy itt bármi rosszul működne ezen a rendszeren. Lépjük elő a jelenség csoportnak a másik oldalát, ezeket a Sukni szájtokat, Engels szájtokat, megkövesztő szájtokat, Bátor Fiatal a kollégám, még valamikor 2016-ban közel 100 darab ilyet számolt magyar nyelven, meglepődnék, hogy ennél most nem lenne több. Ez sok vagy nem sok, mondjuk nemzetközi összehasonlításban, vagy a magyar információs térnek a méretéhez képest jelentős a hatások, vagy egy jelentős a hatások, és olyan nem köszönhető egyáltalán, hogy ilyen sok van ebből. Ez egy magyar specifikum, és a végén akkor miért? Szívesen adtam ezt. Én is. Én ebben gyors aztán megismerkedve jó nemzetközi kutatást őszintén, szóval, hogy nem, és ugye ennek természete az, hogy nagyon nehéz megragadni azt, hogy pontosan mit raksz bele, mit nem raksz bele, hol húzod meg a határait, tehát hogyha azt, hogy pont ugyanazt hasonlít össze, pont ugyanaz az nehéz. Én azért gondolnám azt egyébként, hogy nálunk egy kicsit gyengébb ennek az elérése, mint sok más nyugati országban, mert főleg ott, ahol van valamiféle mainstream álláspont, és mondjuk, mint a közmédia népszerű, stb. Mondjuk egy ország, Németország, de ott azért arról van szó, hogy azok a narratívák, amelyek megjelenhetnek ezek az alternatív oldalakon, azok annyira mások, mint amit a mainstreamből hallasz, hogy ott ezt megteremti erre az igény. Nálunk a kettő átfel, és tegyük hozzá, hogy van olyan terület, ahol élesen elválik, tehát mondjuk ilyen koronavírus szkeptikus oltásos tartalma, azt ugye, és itt egyébként meg azt mondhatjuk, hogy ebben valamiféle halovány előnye is mutatkozhatott a nagyon keményen felülről vezérelt kormányzati médiának, hogy azt ott letiltották, hogy ott nem lehetett. Ebből semmi nem jelent meg, és akkor az viszont megteremtette az igényt erre a narratívára, mondjuk az alternatív szájtok részéről, és hogy meg is növelt egyébként a látogatottságukat, de most például az ukrán válság kapcsán persze nyilván vannak olyan narratívek, amit már nem lehet kimondani a kormány által kontrollált médiában sem, de itt azért a narratívák közötti átfedés nagyobb, tehát hogy ott, ahol az összeesküvés elmélet ugyebár a hivatalos politika, mint nálunk, ott azért az összeesküvés elméleti szájtoknak azért a piaca is ebből a fakadóan egy kicsit talán kisebb. De ez sok spekuláció.
Ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy egyrészt a számosságra az is, mármint hogy ezeknek az oldalaknak a nagy számára az is magyarázat lehet, hogy nagyon egyszerű egyébként egy ilyen oldalt létrehozni. Nagyjából pár ezer forintért lehet egy domain regisztrálni, és hogyha valaki ezt a magyar domain regisztrációs felületen teszi meg, akkor egyébként ma már nem is lehet róla információkat elérni, hogy pontosan ki az, aki ezek mögött az oldalak mögött áll, mert régen, de még lehetett. Hát akkor, hogyha nem egy cég, nem? Akkor, hogyha nem egy cég, igen. Hogyha cég, akkor továbbra is abban az, hogy a cég név, illetve valamilyen kapcsolathatási adat, általában telefonszám, vagy e-mail cím elérhető. De hogyha a természetes személyről van szó, tehát hogy én regisztrálok egy domaint, és így csinálok egy oldalt, akkor már csak az látható a domain regisztrációs oldalon, hogy egy természetes személyhez köthető az oldal, és se a név, se a cím, se semmilyen elérhetőség nem látható, ami nyilván újságíró is szempontból is nehézé teszi azt, hogy utána járjuk annak, hogy egyáltalán kik állnak ezek mögött az oldalak mögött. Péter gondolatára rácsatlakozva, szerintem a Covid-nál se igaz az, hogy a... Tehát az odáig igaz, hogy a Fidesz mainstream médiában nem volt Covid tagadás és oltás ellenesség. Ez ugye hát a jól felfogott politikai érdekével állt volna ellentétben a kormányzatnak. De az egy nagyon durva relativizálás volt, ahogy egyébként a Covid-ról ebben a nagyon egy csatornásított rendszerben kommunikáltak, ahol nem volt a Covid súlyossága bemutatva. Tehát egyébként sokkal könnyebb egy olyan kommunikációs környezetben szkeptikusnak lenni, ahol ha te nem vagy konkrétan személyesen érintett, akkor egyébként nem találkozol a tragédiákkal, mert azokról nincs információ, nincsenek olyan sokkoló képek, mint amik egyébként a világon mindenhol vannak, Magyarországon nem. És akkor így azért igen termékeny talajra tud hullani a szkepszis, mert hát ez egy betegség, majd elmindik, aztán kész. És azt gondolom, hogy ugyanez a kettős beszéd van tulajdonképpen az ukrán háború kapcsán is, hogy lehet, hogy az első egy-két nap kivételével, nem hiszem, hogy spöltele aztán azóta nagyon gyakran feltűnne a közmédiában, mert az bércigi ez ügyben, máshol feltűnik, de ott szerintem nem. De mégiscsak nyitva van hagyva, tehát van egy olyan kommunikációs, információs légkör teremtve, hogy ugyan elmondjuk a háborút, mindig abba hagyjuk a mondatot ott, ahol nagyon határozottan állást foglalnánk Oroszországgal szemben. Tehát nem, ezt nem a Fidesz gerjeszti kifejezetten az orosz álláspontnak a terjesztését, egyszerűen teret hagy neki. És egy ilyen közegben sokkal fogékonyabbá tud válni, sokkal szélesebb. De tényleg megdöbbentő, hogy egyébként okos, értelmes emberek kezdik el ezt evidenciaként mondani, hogy az amerikaiak meg az ukránok milyenek, mert egyébként a mainstream kormányzati kommunikáció az odáig nem megy el, hogy kimondja, hogy Putyin és Oroszország milyen agresszív. Szóval látok itt is, ebben is egy ilyen párhuzamot a Covid meg az ukrán válság. De ők azok, azt mondanak, akik befejezik a mondatot. Ők azok, akik befejezik a mondatot. Nekem eszembe jutott az is, hogy vajon miért nem képes hatékonyan felülkel majd rájön ezekkel az oldalakkal szemben, vagy a magyar jogért bármilyen honnan felülkel ezekkel az oldalakkal szemben. Törvényekkel rendelkezésre állnak, valamikor két évben a Nemzeti Nyomozó Iroda kiszállt egy álhír szájt csoporthoz, és akkor őket mindenféle módokon megbüntették. De ez az kellett, hogy a Gulyás Gergely is feljelentse őket, mert ő róluk vagy sikerül kölcsönet írni. A többieket pedig láthatóan, mint hogyha nem megzargatnák se, hogyan se ez. Szóval mi van szerintetek? A jogi eszköz egyrészt lenne, tehát hogy akár a médiatörvény alapján is, akár a büntetőtörvénykönyv alapján is a bűncselekményt elkövető oldalakat tulajdonképpen ki lehet szűrni az internetes információ áramlásból, erre megfelelő jogszabályhelyek vannak. Hát ugye régen volt a 2010-es médiatörvények megalkotásánál az egyik ilyen a nyugati partnerek felé legitimáló mondat az újra és újra az volt, hogy a kurucinfo. És a kurucinfóval pont nem történt semmi, gyakorlatilag azóta se az átlátszó derítette ki, hogy a kurucinfo doménjét kiregisztrálta, ezt a egyébként sok-sok
erőforrással rendelkező média tanács és NMHH nem tudta megtenni, pedig ugyanúgy ő is megtehette volna, nem tett semmit, és ezt nem is kellett egyébként kideríteni nekik a domain tulajdonosát, mondjuk ahhoz, hogy elrendelje valaki az oldalnak a blokkolását. Ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy ez már én is átcsúszok élveszeresküvés elméletbe. De igazából ennek a típusú korászatai kommunikációnak az kifejezetten jó, hogyha van egy ilyen bizonytalanság benne hagyva a nyilvános térben, hogy nem, mi nem propagáljuk a kuruc infót, meg tényleg egy csomó olyan dolog van, ami azért a legdurvább Fidesz médiának sem félne bele, de nem is teszünk semmit annak érdekében, hogy ezek az oldalak eltűnjenek és elérhetetlenné váljanak, miközben egyébként megteremtjük a jogi lehetőségét, kirakjuk a pisztolyt az asztalra, amitől persze nem a kuruc infó, meg nem ezek az álhi oldalak fognak megijedni, hanem egyébként azok az oldalak, akik tisztességesen végzik a munkájukat. Nem kell messzire menni megint csak itt a Covid kapcsán a rémhírterjesztés. Hát az is egy olyan kitett pisztoly, amit gyakorlatilag nem használtak, vagy mondjuk aztán tényleg a Gödény ellen használták, amit nehezen tudnánk kritizálni, de azt a pisztolyt azt bármikor használhatták volna, a normál és a normális munkát végző újságírók ellen is, akik sokkal jobban megijedtek tőle, mint a Gödény, aki simán folytatta ezt a dezinformációs kampányát. És egyébként míg egy domain név esetében még valami technikai kapaszkodót egyszer csak találsz, szerintem hogy igazán nagy bajban a Facebookon vagyunk, hát, hogy egy Facebook csoportot kihozott létre, ki adminolja, amikor be se látsz, nem is tudod, hogy létezik, tehát ott nagyon vége van a jobbra. Ez egy teljesen, ez nem szürke, ez totálisan fekete zóna. Annyi pozitív hatása egyébként volt ennek a, talán nem is egy olyan két körben volt a letartóztatások, ha jól emlékszem, de ezt vissza kell nézem, ez tényleg két éve volt. És igen, valószínűleg tényleg igazad van, az egyik olyan álhírcsoport, amit így lekapcsoltak, a Blinkrum, stb. Tényleg alapvetően olyan dezinformációt is terjesztett, aminek a közönsége valószínűleg az idősebb korú ellenzéki szavazók voltak, és akkor megjelent ilyen álhír, igen, hogy a kormány bejelentett egy nyugdíjcsökkentés, lesz csak Gulyás Gergely személyesen, és igen, utána jobban ránéztek a Covid-dal kapcsolatos tevékenységre is, de azt mi láttuk, akkor nagyon figyeltük ezeket az oldalakat, hogy olyan oldalak, hogy a minden egyben blog, stb. Sokkal kevesebb Covid-szkeptikus hírt raktak ki, sőt volt, amit eltüntettek. Tehát, hogy ennek volt azért egy ilyen megfélemlítő hatása. És nem tudom, most itt hangosan gondolkozom, sem akarok dolgokat relativizálni, de ha jobban belegondolok, szerintem annál ennek a rendszernek a média politikája szerintem komplexebb és összetettebb, mint hogy egyszerűen valami nem tetszik, nekik azt lekapcsolják. És ez egyébként valamennyire azért igaz szerintem a belőszerűen kritikus médiára, és persze vannak ebben az egyértelmű és fekete-fehér példák, amiket nem is kell tagadni, nem tudom, Népszabadság, stb. Klubrádió, de összességében itt valahogy igen, ez az élni hagyni. Szerintem ez valahogy benne van ennek a rendszernek a logikájában, hogy maradjon, oké, legyenek szelepek, lehessen kimondani, mit tudom, azért én ahogy hallom, egyébként például a lengyel kormányzati politikusok arányaiban sokkal több sajtópert indítanak egyébként a velük szemben kritikus cikkek miatt. Nálunk nem annyira ez a nem egy hagyományos ilyen cenzúra logika működik, amiben lekapcsolod azt a véleményt, ami nem tetszik neki, és ezek az oldalak sokszor kritizálták egyébként a kormányt is, tehát ez nem teljesen igaz, hogy ez csak, hogy az ő gondolatmenetüket egészíti ki teljes egészében, tehát hogy ebben benne lehet ez a fajta ilyen, ebből a szempontból új nyilvánosság szemlélet, ami nem ez a, nem tudom, ilyen 20. század elején ilyen valami nem tetszik, akkor azt rögtön egy-egybe kiiktatod, hanem inkább kicsit elhalkítod, picit megfélemlíted, de közben fenn kell végig annak a látszatát tartani egyébként, hogy ez egy sokszínű és divers információs tér, és egyébként az, csak hát erős, hogy mondjam, tehát hogy elérési aszimmetriával. Szerintem ezeknél az állami oldalakon egyébként azért is nehéz bármilyen módon szankcionálni ezeket,
mert például sok esetben az NMHH egyszerűen azt mondja, hogy nem minősülnek sajtóterméknek, így például nem érvényesek rájuk azok a szabályok, hogy impresszumot kell feltüntetni. Minden szónál pont, amit említettél, hogy itt jelent meg a cikkünk Marcival, pont ott futottunk bele ebben, hogy jól emlékszem, akkor 2019-ben a Magyar Hang jelezte az NMHH-nál, hogy miért nincs fent a sajtótermékeknél váltásokban, és egyébként nincs is impresszum az oldalnak, és az NMHH azt mondta, hogy a bejelentés után vizsgálatot indítanak, de a domain használója által küldött nyilatkozatra alapozva azt mondták, hogy ez nem egy sajtótermék, tehát hiába működik úgy egy átadó oldal, mint egy klasszikus szerkesztőség, a minden szó például mindenszó.hu szerkesztőcsapata vagy szerkesztősége aláírással közöl nyilván névtelen cikkeket, ugye reklámok is vannak az oldalon, vagy különböző hirdetések, és sok embert elérnek, mégis azt mondja az NMHH bemondásra, nagyjából elhiszi azt, hogy ez nem egy sajtótermék, és ezért nem is kötelező feltüntetni azt, hogy kiírja ezeket a cikkeket. Igen, itt a többi vendégünket egyre kevésbé érinti személyesen dolog, mert ők nem újságírók, de hogy nekem is nyilván rettetően fura érzés, amikor azzal találkozok, hogy amit én csinálok nap, mint nap, azért én is jogilag felelős vagyok adott esetben egy reklamozási vagy becsületsértési ügyben, hogyha veszik ennek az alanya, az nem úgy érző, hogy megtárvalmaztam, hogy becsületsértettem a munkáltatón, meg sajtók helyreigazítási, meg kártérítési pereknek lehet az alanya, mert jogszerűen működik, meg törvényesen Magyarországon internetes sajtótermék kiadójaként, és akkor olyan valaki, aki azt mondja, hogy az ő igazságát azt elhagyja a mainstream sajtó, de nem hajlandó ráírni a nevét, hogy ezt mégis ki csinálja, hogy a oldalra is küldeni a adott esetben a helyreigazítási kérelmeket, hogyha véletlenül mégsem írja igazat. És ebben számomra az nagyon különös, hogy a médiahatóság az elvileg fenntart egy listát arról, hogy mik a magyar nyelvű sajtótermékek, oda mindenkinek kéne regisztrálnia, de amikor felmerül, hogy valakivel valami probléma van, és ez nincs ott a listán, akkor az NMHH az általában a bemondására hiszi neki, hogy meg a sajtótermék, fontos feltétele van, hogy törvény szerint sajtóterméknek minősüljön. Az egyik az, hogy hírek legyenek rajta, és nyilvános legyen. Nyilván az összes ilyen teljesítje. A másik az, hogy valakinek legyen belőle valamilyen bevétele, ami az összes terület az, ahol már van Google-ekben. A harmadik meg az, hogy szerkesztve legyen, ami egy picit ilyen gumi kategória, de hogyha többen írják, akkor ez már általában biztos, hogy valaki szerkesztésügyi kérdőképpen. Hogy az NMHH ezeket el szokta írni bemondásra, például a vadhajtásnak volt ilyen ugye szintén egy olyan két éve, amikor azt mondták, hogy ez nem egy szerkesztett dolog, és akkor nem is vonatkoznak rá az újságokra vonatkozó törvények. Szóval nekem nem jutott az eszembe az, hogy feltétlenül blokkolni kéne bármit a magyar interneten, de érdekes felvetés egyébként, mint ahogy érdekes megoldási ötletek jönnek most már a nemzetközi figyelemnek is. Fókuszába kerül, de az információs témára tényellenőrző szájtok, meg fact-checking, meg nem tudom, meg a Facebooknak a saját tényellenőrei, meg adott esetben a közösségi média felületeknek a, ha nem mondjam, cenzúrája. Tehát mivel értetek ezekből egyet? Mi az, ami működőképesek hasznos is? Meg azért sem tudom, hogy mi az elteksonás, és ebben abban gondolkodunk, hogy de rossz újságírásra, még jobb újságírásra megfelelő választán feltétlenül a cenzúra. Ez egy cenzúra szó, amit most vagyok. Nem, én nem akarom senkit blokkolni, én csak azt mondom, hogy egyébként a Fidesz első dolga volt, hogy megteremtette a lehetőségét a blokkolásnak több törvényben, majd aztán a hivatkozási alapul szolgáló problémákat nem oldotta meg bele. Ellenben egy csomó újságírónak a dolgra összeszűkült a gondolat, hogy mi fog történni, még a rágalmazási peren kívül minden szakadhat a nyakába. Itt majd aztán egyébként mennyire pesszimistának is kritikus egyikben. Tehát minden tiszteletem a lakószélnek az összes fact-checking oldalé, mert tényleg az internet média tanszékkel is dolgozunk a lakmusszal, és tök jó, amit csinálnak, de én nem hiszem, hogy bármelyik fact-checking oldal meg fogja változtatni ezt a dezinformációs közeget. Egyszerűen tehát azt már evidenciaként tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy
Tehát a hírfogyasztás során nem egyszerűen egy ilyen racionális folyamat zajlik, ami alapja lenne annak, hogy egy valótlanságot, egy valós állítással megcáfolunk, és akkor átkaptak. Hanem itt hitek vannak. És egy ponton túl gyakorlatilag még lehet is, hogy tudom, hogy nem igaz. De mivel a közösségem az ebben az állításban hisz, én is ebben fogok hinni. Akár igaz, akár nem igaz, tök mindegy, egy másodlagos vagy ötödleges tényezővé válik ennek az állításnak a valóság tartalma, és akkor ez ellen hogyan küzdök egy valós tartalommal? Egy közösségi identitást nem lehet felülírni egy valós állítással. De az a baj, hogy a fact-checking is benne marad abban a buborékban, abban a buborékban, amiben élünk, ahol van igény arra, hogy tényalapon gondolkodjunk, beszélgessünk, vitatkozzunk. Persze mi sem vagyunk kivételek, mi is nyilván ezt a tényalapúságot is egy erős érzelmi töltettel támasztjuk alá, de aki ebben leli meg az identitását, hogy ilyen típusú közösségekhez tartozik, amik ilyen tartalmakkal definiálják magukat, meg tartják fenn magukat, ez kizökkentetetlen a fact-checkinggel. Ennek ellenére nem gondolom, hogy a fact-checking értelmetlen, azt gondolom, hogy a fact-checkingnek a hatóköre az limitált erősen. És az összes jogi megoldásnak a hatóköre az limitált. De a cenzúra, ez minden ilyen beszélgetésben jelent. Amikor a Facebook nem csinál semmit, és árad a Covid ellenes, mert nem tudom milyen, vagy a mondás ellenes, mert nem tudom milyen dezinformáció, akkor fejre kopítanak, vagy legalábbis megy a nyilvános felháborodás, hogy mert a Facebook nem vesz eleget a dezinformációra. Mert a Facebook levesz egy Covid oltást tagadó cikket, és lehet, hogy pont ugyanazok, akik tegnap még azért kritizálták, mert nem csinál semmit, most azt mondják, hogy na, itt van tesz a Facebook cenzúrász. De ahogy azért ez se annyira könnyű megoldani, akármit csinál, nem fog tudni jót tenni. Igen, itt azzal az alap dilemmával nézünk szemben, hogy valakinek magára kell vállalni azt a felelősséget, hogy egy állításról kimondja, hogy az igaz vagy nem igaz. És ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség, és ha megnézzük, az állam azt gyakorlatilag soha nem vállalta magára. Ugye az állam azt vállalta magára, hogy megteremti annak az eljárási kereteit, hogy valaki bizonyítsa, hogy neki igaza van vagy nincs. Nem szerette kimondani az állam, hogy mi az igazság, mert ez egy iszonyú nagy teher és iszonyú nagy kockázat. És ezt várjuk mégiscsak a Facebooktól, mégiscsak az államtól, és a legbátrabban azok az országok hoznak törvényeket a dezinformációval az ember, amik egyébként maguk magasról tesznek a sajtó és szólás szabadságára. Nekik ennyi kimondani bármilyen, hogy ez valótlanság, milyen jól fog ez működni. Szóval ezek nagyon-nagyon kétélű fegyverek. Ugye? És a harmadik pillér az az oktatás, amiben én nem csak hivatalomnál fogva hiszek erősen, hanem tényleg nagyon hiszek benne, de hát az meg nem az, tehát akikkel én találkozom, mondjuk az egyetemen, persze az ő média írástudásuk, média műveltségük is fejleszthető, és van is hova fejleszteni, de hát azért akkor már egyrészt nagyon késő, másrészt egy nagyon szelektált része a korosztálynak is, tehát ezt nem kezdjük el óvodában, akkor ennek semmiféle eredménye nem lesz valójában így széles társadalmi értelemben, márpedig ez a kormány ez nem fog azon dolgozni, ahogy általa fenntartott oktatási rendszerben a kritikus gondolkodást, az itt nem csak fact-checkingről van szó, hanem ez egy általános attitűd, ez a kritikus gondolkodás, ezt fókuszba emelje, ez kifejezetten nem érdeke, megint én leszek itt a Conteo hívő egyszer csak. Szóval, tehát az van, hogy ezzel együtt fogunk élni, ezzel a dezinformációs környezettel, és lesz a társadalom. A polarizáció, az majd nyilván lesznek ilyen kilengések, amikor erősebb lesz, ha valami kicsit kevésbé lesz erős, de a polarizációt azt ez a fajta dezinformációs közeg mindenképpen fenntartja. És hát megint még utolsó mondatom, az a dezinformációs közeg, amiről beszélünk, az is nagyon-nagyon sokféle, tehát nem csak arról van szó, hogy ez a közösségi média mennyire felerősíti a dezinformációt, mégiscsak ad egy felületet az olyan típusú médiumoknak, mint az Átlátszó, vagy az olyan típusú szerzeteknek, mint a Mérték. Hol jelennénk mi meg, ha nem lenne Facebook? Lehet szídni a Facebookot, de miközben egyébként egy csomó negatív társadalmi jelenségnek is a hordozója, a közben bizony ebben a közegben van egy csomó pozitívum is, ami nélkül meg nagyon nehezen tudnánk mi is megtalálni. Hát
igazából nagyjából egyébként kiterültem szóval. Szerintem az egy kényellenőrző oldal önmagában egy jó kezdeményezés, de azzal kapcsolatban én is szkeptikus vagyok, hogy ennek mennyire limitált vagy nem limitált a hatóköre. Én úgy gondolom, hogy ezek a cikkek, amik megtévesztő információkat próbálnak feltárni, és ezeknek igazából tehát pont, hogy nem ahhoz a közönséghez érnek el, akik egyébként mondjuk hinnének ezeknek a tartalmaknak, ezeknek az álmügyeknek, és ezért úgy gondolom, hogy nyilván egész jó, hogy az olvasókat edukálja, de másrészt meg nem gondolnám, hogy már kialakult véleményeket meg tudna változtatni gyökeresen. Igen, szerintem, ha van bennünk egy olyan antropológiai, meg intézményi naivitás, ami lehet, hogy enélkül demokratikus intézmények nem működhetnek, hogy azt feltételezzük, hogy azért van hiteles információ iránti igény az olvasók egy jelentős részében, és hogy vannak olyan újságírók, szakértők, tanárok, és meg állampolgárok, akiket egyébként érdekel az, hogy ez az állítás az igaz-e vagy hamis, akkor ezt a közeget érdemes kiszolgálni. És akkor én azt gondolom, hogy a jó minőségű fact-checknek igenis van értelme. Én nyilván ez nagyon önző szempont lesz, és nekem nyilván biztos senkinek nem érjen a újságot írni, de mondjuk, ha egy ilyen vaskos, nem tudom, amerikai politikával kapcsolatos állításnak utána akarok menni gyorsan, akkor a Snopes az például egy kiváló forrás tud lenni arra, hogy akkor megnézzük, hogy igaz-e vagy sem, és tényleg, ha valaki olvasgatja a Snopes-ot, akkor tudja, hogy az amennyire lehet azért objektív, és tényleg tudjuk azt, hogy nem lehet hogy teljesen tökéletesen objektív fact-checking, mert minden, de ha hiszünk abban, hogy azért vannak tények, akkor a tényellenőrzésnek is van szerepe, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból tényleg lehet, hogy ezt a naivitást fel kell tartani, úgy kell viselkedni, mintha azt gondolnánk, hogy erre van igény, és lehet, hogy ez megteremti a végén, és lehet, hogy annak a szűk közegnek, de annak érdemes ezt csinálni. Azzal kapcsolatban persze én is szkeptikus vagyok, hogy egy különösen nagyon megosztó kérdésekben ennek mennyi értelme van, abban a szempontból, hogy ez nyilván nem fogja a tény alapú közbeszédet nagyon felülsíteni, erre a legrosszabb példa ebből a szempontból egyértelműen az Egyesült Államok, ahol ugyebár a fact-checking is olyan szinten polarizálódott, és azért ha őszintén vagyunk a mainstream médiában, Fox News-on, CNN-en, olvasgat az ember fact-checkere, tehát mind a kettőnek megvan a maga fact-checkere, és azért néha olyan állításokat fact-checkelnek, ami azért erősebb véleményes, hogy egyáltalán tényszerű keretek közé szólítható el, mert egy politikai véleménynyilvánítás, tehát hogy ebben azért érzi benne a célzatosságot, és ebben vannak is kutatások egyébként arról is, hogyha az ember nagyon elkötelezett egy vélemény irányába, akkor az ellen, akkor ha nem is tud semmit a fact-checkerről, akkor is azt fogja gondolni, hogy csak azért, mert megcáfolt a fact-checket, mert persze ez a másik oldalé, tehát ez fake news média, meg elfogult, meg minden, illetve azt, hogy az emberek szelektíven válogatnak a fact-checkerek között, kiválasztják maguk számára azt, ami nekik a legjobban tetszik, és akkor annak a véleményre fognak hallgatni, és a fact-checker is az már olyan, mint a fake news-ozás. Abban szemben a politikai eszközé válni, mindenki használja mindenkivel szemben, de ez megint csak nem érve a mellett, hogy ezt jól, hitelesen ne lenne érdemes csinálni. Na akkor ez legyen egy kellemes csengési részünk. Kis időm még van kérdésekre, hogyha esetleg van bárkinek a hallgatóságban. Hogyha nincs, akkor vannak szendvicsek hátul, meg van egy szuper kiadványunk, amiben például az ICIP is benne van, amit ezt szokban tudom, amiről beszéltünk. Tehát nyugodtan erre, és köszönjük, voltatok. Köszönjük.